Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Csonke Erzsébet vagyok, a PPH egyik 9-es szintű vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom a természetgyógyászat volt, mára viszont már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Rákóczi falván élek. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Erről nagyon-nagyon sokszor meggyőződtünk a sok év alatt, mióta itt tanulunk. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki élet és emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból kapja és tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelkifejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa maga mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Túl sok a baj. Na nézzük, mi baj van a jelenlegi világunkkal. Van egy általános elbutulás, nem tudom, figyeltétek-e? Megtapasztaltátok-e? Hát ugye az a baj, hogy a fiatalok ugye nem tudták ezt megtapasztalni. De a fiataloknak az a természetes, amiben most élünk. Ugye, hála Istennek én már láttam az előző generáció működését, láttam az előtti generáció működését, akkor láttam a saját generáció működését, akkor láttam a következő generáció működését. Tehát azt mondja, hogy ha így megnézem, akkor ez hány generáció? 4. 4 generáció működését. Tehát most ha ezt végignézem, ugye a nagyszülőm, szülőm, a saját generációm és a gyerekeim generációja. Tehát ugye a gyerekeim is felnőttek. És ugye ezeket a generációkat pontos évszámra lehet bontani. Ugyanis azt mondja, hogy az én generációm az 43-tól 67-ig tart, tehát 1943-tól 1967-ig. Az előző generáció az azt mondja, hogy is? Nem, az előző, az én előttem lévő generáció, ugye az 42 és mínusz 25, hogy vagyunk? 17, így van, 17-től 42-ig. 18-tól 42-ig, igen,
akkor ugye láttam a nagyszülőim generációját, amelyik 18 előtti születésű emberek, illetve 17 ugye már oda tartozik ahhoz a generációhoz, és ugye látom azt a generációt is, amelyik azt mondja, hogy 68-tól 93-ig alapvetően már azok felnőttek, ugye, és már azóta jött egy újabb generáció, már azt is látom, a 93-tól születettek generációját, tehát még 92-ig volt az én következő, én után következő generáció, és 93-tól ugye van egy generáció, sőt már azután lévő generáció is van, csak hát ott még azok kicsik, azok még kisgyerekek, és azt mondja, hogy így láttam gyakorlatilag még többet, mint mondtam, mert 3-4-5 generációnak a felnőtt kori működését láttam, mert az a kulcskérdés, hogy hogyan működnek felnőttként a generációk, tehát hogyan boldogulnak felnőttként a generációk, és tudod mit láttam? Hogy a legjobban a nagyszüleim generációja boldogult, ugye kicsit kevésbé a szüleim generációja, még kevésbé az én generációm, még kevésbé a gyerekeim generációja, illetve a gyerekem generációja, mert pont úgy van a két gyerekem, hogy az egyik generáció, másik meg már a következő generáció, és látom ugye annak a generációnak is, amelyik már felnőtt, de a legfiatalabb generációnak a működését, hogy még rosszabb, mint az előző generáció. Tehát azt látni, hogy egyre rosszabbul és rosszabbul működnek a generációk. Tehát itt átlagosan kell nézni, nem egyes embereket kell nézni, hanem az emberek túlnyomó többségét kell nézni, és azt látni, hogy rosszabbul működik. Mit értünk azon, hogy rosszabb működés? Hát az, hogy szó szerint van egy általános elbutítás, és annak következménye az elbutulás. Tehát az emberek maguktól nem butulnának el, hanem butítanák el őket. És ha megnézed, még az én generációm előtti generációnál, tehát a szüleim generációja, az úgy működött, hogy még nem volt kötelező, tehát főleg a generációnak az első felében nem volt kötelező még az iskolai oktatás sem. Hát a nagymamám generációjánál meg egyáltalán nem volt kötelező az iskola. És ugye a szüleim generációjának a második felében kezdték el bevezetni a kötelező iskolai képzést. Ugye az én generációm már egy olyanba született bele, ahol kötelező az iskolai képzés. Azt mondja, hogy a következő generációnál már fölemelték a kötelező iskolai időszak életkorát 14-ről 16-ra, sőt bevezették, hogy már az óvodai utolsó év már kötelező. A következő generációnál meg bevezették, hogy már az óvoda is kötelező. Érted? Na most ez miért fontos, amit most elmondtam? Azért, mert ugye alapvetően mit tanultunk mondjuk a általános iskolában? Ugye az volt a leghosszabb iskolai képzés. Tehát egyetlen egy iskolai képzésünk sem olyan hosszú, vagy képzésünk sem olyan hosszú, kivétel a PPH, mert az 9 év, az általános iskolai képzés az csak 8 év. Tehát a képzéseink során, ugye ha megnézzük, akkor az általános iskolai képzés a leghosszabb időtartam. Az óvoda az csak 3 év volt, 3, max. 4 év az éveszteseknél,
4 év, ugye a középiskola is 4 év, egyetem is max 5 év, oké? Tehát egy se olyan hosszú, mint az általános iskola. És ugye miért fontos az, hogy bevezették kötelezően? Mert gondold végig, ott abban 8 év alatt mi olyan tudást használsz napi szinten, amit ott tanítottak? Egy kezeden simán felsorolod. És valószínű, hogy nem is kell hozzá használnod az összes ujjadat. Mert amit használsz abból, amit ott tanítanak napi szinten, az az olvasás, nem? Másodszorban az írás, mert nem biztos, hogy napi szinten írsz, de olvasni valószínűleg napi szinten olvasol. Harmadsorban a számolást még ritkábban csinálod, tehát, de a számolásból is csak az alapműveleti számításokat. Tehát a legtöbb ember, mit tudom, össze tud adni, talán még kivonni is, de már szorozni már az már lehet, hogy előveszi a számológépet a szorzáshoz, az osztáshoz meg végképp. Tehát gyakorlatilag megtanultunk mondjuk számolni olyan szinten, hogy összeadni meg kivonni, nem? És e fölött már a számolásnál már gépet használunk. Jó, mit tudom én, nem azt, hogyha 9-ben el kell osztani a 3-at, azt még lehet, hogy meg tudja a legtöbb ember csinálni, hanem egy kicsit bonyolultabb osztást kell csinálni. Tehát gondold végig, ezt igazából mennyi idő alatt tanultad meg? Ha te mondjuk az én korosztályom vagy, akkor erre volt 2 éved. Ha egy utánam következő generáció vagy, akkor volt rá 1 éved. Ha egy még következő generáció volt, akkor volt rá 1/2 éved. Tehát 1/2 éved, érted? Tehát magyarul mondjuk december végére már írni, olvasni, meg alapműveleti számításokat kellett tudni a legújabb generációnak. Oké? Tehát december végére. Nekünk ez 2 év volt. Tehát 2 év. Na most, tehát gyakorlatilag akkor mondhatjuk azt, hát nyilván 2 év alatt valamit jobban meg lehet tanulni, mint 1/2 év alatt, ez nem kérdés. Tehát gondold végig, hogy ott ültél az iskolában 8 évet, és abból használsz mondjuk, ha nem tanítottak volna nekünk semmi mást, csak ezt az 3 alap dolgot, akkor simán 1 év alatt tökéletesen megtanultuk volna. Oké? Tehát a 8 évből mondjuk 1 évnyi tudást használsz. A többi év, azt tudod miről szólt? Hogy olyan dolgokat tanulj, amit nem fogsz használni, és tudták előre, hogy nem fogod használni. De gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy semmit. Tehát semmit nem fogsz használni belőle. Tehát semmit. Mire mész azzal, hogy mit tudom én, megtanították veled a történelmi évszámokat? Talán még a helyes írással mész valamire, nem? Mire mész azzal, hogy megtanították a különböző költőknek a verseit? Mire mész vele? Érted? Tehát mire használod? Ugye arra akkor mész valamire, valamivel tudod használni. Tehát használni. Nem tudom, mikor jelentkeztél egy munkahelyre, akkor megkérték-e tőled, hogy na most kötelezően nem veszünk föl, ha nem szavalod el mondjuk a talpra magyart. Érted? Nem tudom, kit vettek így föl. És akkor kitalálták azt, hogy ez az alapműveltség része. Tehát magyarul, akkor ez azt jelenti, hogy mikor az emberek nem tanultak mást az iskolába, csak írni, olvasni, számolni, akkor azok bunkók lettek. Na most akkor elmondanám, hogy mi a különbség a bunkok és a mostani generációk között, hogy régen
kezet nyújtott két ember, és az egy szerződés volt. Most leírják szerződésbe, és mégse tartják be. Akkor ki a bunkó? Tehát magyarul, úgy, hogy írni, olvasni, számolni tanultak csak meg, és ha szavukat adták, az úgy volt. Oké? Most olyan, hogy szavahihetőség, az gyakorlatilag az emberek 98%-ánál nem létezik. Akkor ki a bunkó? Az, aki szavahihető, vagy aki szavahihetetlen? Jó kérdés, nem? Na, akkor megkérdezném, hogy mi volt az értelme az iskolába járásnak? Ja, azt mondták, hogy szocializálta az embereket. Aha, mi az, hogy szocializálta az embereket? Régen mentél az utcán, és köszöntek még városba is egymásnak az emberek. Most hol látsz ilyet? Akkor milyen szocializálódásról beszélünk? Miről van szó? Nem vagy vele tisztába, hogy az óvoda és az iskola, de már elsősorban az iskola természetesen. Tehát miért tették kötelezővé? Azért, hogy sikerüljön a fiatalokat elbutítani. Komoly. Tehát ez volt egy terv. Az a terv része az volt, hogy el kell érni, hogy a nők dolgozzanak. Ha dolgozni fognak, akkor nem tudnak a gyerekkel otthon foglalkozni. Magyarul be kell iratni őket, a gyerekeket óvodába. Meg már bölcsödébe is. Oké? Okay? Ami azt jelenti, hogy nem a szülőtől tanul, hanem egy vadidegen embertől. Azért gondold végig logikusan, hogy te szívesebben kitől tanultál volna? Egy vadidegen embertől, vagy a szüleidtől, illetve édesanyjától? Nem, hogy azt mondtad, hogy vadidegen embertől, mert akkor te hülye vagy. Nem tudok mást mondani. Nyilvánvaló, hogy édesanyád sokkal több dologra tudott volna tanítani, mint mondjuk egy bölcsödében egy gondozó, vagy mi a manónak hívják. Dada, eszembe jutott. Vagy az óvodában egy óvónő, amelynek egyszerre mondjuk 20 gyerekkel kell foglalkozni. Érted? Az édesanyád megfoglalkozott volna veled. Azért gondoljuk végig, hogy lett volna több idő rád. Talán az édesanyád révén, nem? És hogy tudtál volna akkor többet tanulni? Hát nyilván az édesanyád révén. Tehát gondold végig, a múltkor néztem egy, tehát példát mondok, néztem egy dokumentumfilmet Indiáról. Indiában elkezdték bevezetni, nem olyan rég, tehát nem évtizedekkel ezelőtt, mint nálunk, sok évtizeddel ezelőtt a kötelező oktatást, nem olyan rég. Egy, 10 éve. És képzeljétek el, azóta, mióta bevezették a kötelező oktatást, azóta a vidéki szülők gyerekei, tehát a vidéki szülők ott mind gazdálkodók. Oké? Nem alkalmazottak, gazdálkodók. És kötelező volt beiratni a gyerekeiket, és azóta a gyerekek, képzeld el, nem gazdálkodók akarnak lenni, hanem alkalmazottak a városban. Magyarul ott hagyják a szüleiket, és elmennek városba alkalmazottként dolgozni. Érted?
akkor mondok példát. Csak mondom a fiataloknak, mert a fiatalok nem ilyeneket tanultak, és nem éltek meg ilyeneket. A háború előtt a magyar lakosság 85%-a az gazdálkodó volt, nem alkalmazott. Oké? Most a felnőtt lakosságról beszélek természetesen. És most a 85% az alkalmazott. Oké? Miért? Érték ezt el? Mert egy gazdálkodó a sokkal, de sokkal kevesebb adót fizet, mint egy alkalmazott az állam felé. Tehát az államnak az az érdeke, hogy te minél több adót fizes. Világos ez? Természetesen ez az érdeke. Ahhoz, hogy te minél több adót fizes, ahhoz neked nem gazdálkodónak kell lenned, oké? Hanem alkalmazottnak. És ez a világon mindenütt így van, hogy a gazdálkodók sokkal, de sokkal kevesebb adót fizetnek, mint az alkalmazottak. Oké? Tehát, ha például holnaptól minden alkalmazott gazdálkodó lenne, az egész állam így omlana össze. Szó szerint. Oké? De érdekes mód, akkor, mikor a lakosság 85%-a gazdálkodó volt, akkor is volt állam. De már most az állam arra épül, hogy az a rengeteg ember, a dolgozók 85%-a, az bazi sok adót fizet. Oké? Tehát soha nem voltak annyi állami bevételek az államoknál a világon, csak azóta, mióta ilyen mértékű alkalmazottak vannak. Tehát például Magyarországon, ha nem tudom mennyire dolgozol alkalmazottként, mennyit kapsz készhez? Gondolja mindenki végig, mennyi pénzt kap készhez? Na szóval, amennyit alkalmazottként készhez kapsz, jó, ha tudod, hogy az államnak még a munkáltató annyit befizet, mint amennyit te készhez kapsz. Világos? Körülbelül. Abból részben ott van a te bruttód, tudod, de a bruttó fölött neki egy csomó befizetési kötelezettsége van az alkalmazott után. Tehát, na most, akkor nézzük meg, tehát el kell érni az iskolai tanulmányok során, nyilván nem óvodáról van szó, de az óvoda is tök felesleges. Tehát nyilván el kell érni az iskolai tanulmányok során azt, hogy az emberek ne gazdálkodók akarjanak lenni. Ugye ki a gazdálkodó? Valamilyen boltja van, valamilyen vállalkozása van, vagy állatot tenyészt, növényt termeszt, stb. Stb. Oké? Vagy gyárt valamit. Jó? Tehát el kellett érni az embereknél, hogy elhitessék velük, hogy az alkalmazotti lét az sokkal jobb. És gondold végig, hányszor hallottál olyat bármelyik tanárodtól, hogy azt mondta volna, hogy tanulj fiam, hogy majd legyen egy jó üzleted. Azt mondta, hogy tanulj fiam, hogy majd fölvegyenek téged egy jó állásba. De az állás az ezt jelenti. Az nem mozgás, az nem haladás. Az állás az állás. Érted? Az nem haladás. Aki állásban van, az nem
haladhat, az nem tud haladni. Olyan jó a magyar nyelv. Hát benne van, hogy állásban vagy. Oké, állásban. Állásban vagy, nem haladásban. Neked haladnod kellene, nem állásban lenni. Na most akkor nézzük tovább. Mi lett ennek a következménye, hogy az emberek állásba kerültek, tehát elérték a tanulás révén, elhitették az emberekkel, hogy nekik állás kell. Nem gazdálkodás. Állás. Mi a következménye? Az azt jelenti, hogy akinek van állása, annak van főnöke. Mindenkinek. Kivétel nélkül. Oké? Ha van főnöke, akkor a főnöknek mindig igaza van. Ha úgy gondolod, hogy nincs igaza a főnöknek akkor is igaza van, mert próbálj meg vele vitatkozni, és úgy kirúg, hogy lába sem éri a földet. Lábad sem éri a földet. Érted? Na most magyarul az akaratát mindenféleképpen a főnök rád erőszakolja. Ezt úgy hívják, hogy elnyomás. Amikor egy másik ember rád erőszakolja az akaratát, akkor éppen téged elnyom. Azzal, hogy elnyomnak, megakadályozzák, hogy te szabad legyél. Ezáltal gyakorlatilag nincs olyan alkalmazott, tehát állásban lévő, aki szabad lenne. Világos ez? Miért? Mert neki parancsolnak. Akinek parancsolnak, az nem szabad. Oké? Még ha esetleg a főnök intelligens is, és nem parancsot ad, hanem megkér. De próbáld a kérését nem teljesíteni. Oké? És itt a vége a dolognak. Gyönyörűen elérték, hogy az ember ne legyen szabad. De nincs vége a dolognak, mert a szabadság érzet az boldogság érzetet jelent. Ugyanis van egy szabály, hogyha az egyént elnyomják, nem tud boldog lenni. Márpedig, ha parancsolnak neked, akkor nem leszel boldog. Világos ez? Tehát még egyszer mondom, az ember akkor tud boldog lenni, ha nem nyomják el. Oké? Na most akkor nézzük a következményeket. Tehát látod, hogy az iskola gyönyörűen elérte azt, hogy az emberek alkalmazottak legyenek. Az alkalmazotti lét által elérték az embereknél, hogy ne érezzék magukat szabadnak. Ha nem érzik magukat szabadnak, nem érzik magukat boldognak. Oké? És nézzük tovább. Ha nem boldog az ember, akkor rosszul érzi magát a bőrében. Ha rosszul érzi magát a bőrében, akkor az a következmény, hogy elkezdi az életét helytelenül végezni. Hibázik. Hibát hibára halmoz. Ugyanis van egy nagyon érdekes dolgunk. Ez jó lenne, ha mindenki tisztában lenne ezzel. Hogy ha jó állapotban vagy, akkor van egy kommunikációs kapcsolatod, ahonnan egyszerűen úgy szokták mondani, hogy megérzed, hogy mit kell tenni helyesen, hogy ne hibázz.
Tehát mit kell tenni helyesen, hogy ne hibázza. A hibázás utólag derül ki, amikor a hibázással létrehozol magadnak egy problémát. Oké? Tehát minden ember, aki probléma ért, az előtte valamikor hibázott. Mondok példát, jó? Mert nehogy azt gondold, hogy te most kitaláltad, hogy mondjuk a gyerekednek van probléma az életében, jó? És az rád hat, és abban te nem vagy vétkes. Óriási tévedésben élsz. Ugyanis a gyereked nevelését te szúrtad el, és nem más. Tehát a gyereked olyan lett, amilyennek nevelted. Világos ez? Tehát, hogyha a gyereked hibára halmoz, és ezáltal mindenféle nagyon problémája van annak a gyereknek, és ez kihat rád, főleg ha anya vagy, és ezáltal te érzelmileg rosszul érzed magadat, akkor jó, ha tudod, hogy ha te nem annak nevelted volna a gyerekedet, aminek nevelted, akkor sokkal jobban boldogulna most felnőttként az életében. Tudom, hogy ez az egódat borzalmasan cseszteti, hogy én most ezt mondtam. Mert te kikéred magadnak, te tökéletesre nevelted a gyerekedet. Te óriási tévedésben élsz. 91 óta szervezek saját csapatot, azóta van saját csapatom. Összesen akikkel közreműködtem, több tízezer ember volt. Elég nagy tapasztalatom van, és rálátásom ezáltal az emberek életére. És látom azt, hogy például, ha valakinek gyerekkorában a szülei végig vállalkoztak, akkor az a gyerek valószínű felnőttként is vállalkozó lesz. Ha mindenki alkalmazott volt, tehát a szülei, akkor eszébe nem jut a gyereknek, hogy ő neki alkalmazottnak kéne lennie. Vagy vállalkozónak kéne lennie, bocsánat. Érted? Eszébe se jut. Ezáltal ugye megnézed, azoknak, akiknek alkalmazottak voltak a szülei végig, azok automatikusan alkalmazottak lesznek. Automatikusan. Tehát én nem mondom, hogy minden vállalkozó szülő nek a gyereke az vállalkozó lesz felnőttként, ezt én nem mondtam. Oké? De sokkal nagyobb eséllyel lesz vállalkozó. Tehát gondold végig, te dolgozol alkalmazottként, és amiért dolgozol, annak a felét az állam átveszi. Oké? Tehát a fele az államhoz vándorol. Vállalkozóként mondjuk marad a 25%, érted? Most nem egyéni vállalkozóról beszélek feltétlenül, tehát a vállalkozói forma az nem csak az egyéni vállalkozó, hanem a cég is ide tartozik, oké? Ami azt jelenti, hogy körülbelül 25%-kal több lenne a jövedelmet. Nem jobb lenne? Az azt jelenti, hogy a mostani jövedelmethez képest nem 25%-kal lenne több, hanem 50%-nel. Miért? Mert a teljes összegnek a 25%-a az az, mint a készhez kapott jövedelmednek a fele. Tehát gondold végig, a készhez kapott jövedelmethez képest 50%-kal többet vinnél haza. Nem élné jobban véletlenül? De valahogy ezt elfelejtették tanítani neked az iskolás időszakban. Nem vetted észre? Kérdezek tőled,
ha alkalmazottként fölveszed a fizetésedet, nem kell válaszolni, csak gondold végig, alkalmazottként fölveszed a fizetésedet, és veszel valamit, ami szükséges, hogy otthon legyen, mert használod, elszámolhatod-e költségként, és csökkenti az adódat? Nem, de ezt vállalkozóként megteheted. Oké? Tehát nem elég, hogy kedvezőbb az adózás, még a költségeket elszámolhatod, nem mindent, tehát én nem állítom, hogy mindent, de sok mindent elszámolhatsz költségként, és annyival kevesebb adó alapot képezel, amennyi költséget elszámolsz. Alkalmazottként ilyet nem tudsz megcsinálni. Oké? De ezt tanították neked az iskolákban? Hát basszus, kicsi, még az egyetemen sem. Nem, hogy az általános iskolába, mert akkor netántán még gazdálkodók lettek volna az emberek. Oké? Tehát egy olyan világban élsz, ahol nem véletlen az, hogy nehezebben boldogulnak az emberek. Mert ahogy telik az idő, annál jobban rábeszélik az embereket arra, hogy alkalmazottak legyenek, a generációkat. Világos ez? Tehát az én szüleim vállalkozók voltak. Még a szocializmusban. Ezáltal én elhatároztam már gyerekként, hogy én nem leszek alkalmazott, de kénytelen voltam alkalmazott lenni egy pár évig, 13-ig, oké? De abból már 6-ot úgy éltem meg, hogy alkalmazott is voltam, meg vállalkozó is, oké? Egyszerre. És utána, amikor vállalkozó lettem és abba hagytam az alkalmazotti létet, azt mondtam, hogy én soha többet nem leszek más alkalmazottja. Tehát én megéltem azt, hogy milyen csak alkalmazottnak lenni, megéltem azt, hogy milyen vállalkozónak és alkalmazottnak lenni, és megéltem azt, hogy milyen vállalkozónak lenni, sőt, cégtulajdonosnak. Életemben 14 céget alapítottam. 14-et összesen. Oké? És ha most azt gondolnád, hogy hát mert a szüleim gazdagok voltak. Nem voltak gazdagok. Jó, a vállalkozói létüknél jobban éltek az átlagnál. De mivel nekem volt egy nagyon szigorú apám, én még semmivel se kaptam többet, mint bármilyen más osztálytársam. Érted? Pedig a szüleim jobbmódúak voltak. De nem alsó tagozatban, mert akkor még nem vállalkoztak, mikor én alsó tagozatos voltam általános iskolában. Tehát ilyen 1, 2, 3, 4, még akkor nem voltak vállalkozók, 5-től voltak ők vállalkozók. És onnantól jobban éltek sokkal. De én nem kaptam többet. Azt mondta apám, ha ezt megteszem, akkor azt megkapom. De ezt megtehette. Érted? Például azt mondta, hogyha, mit tudom én, rossz volt a 7. évvégi bizonyítványom, csak ilyen 3 egész akármennyi. De ha fél évkor, sőt, 8. évvégén, tudom én, 4-es fölött leszek, tehát legalább 4-es, akkor vesz nekem egy kis motort, egy rigát. Meg is vette azonnal. Érted? De
nem csak az én szüleim tudták ezt megcsinálni, hanem megcsináltak más szülők is, csak kicsit késve, nem úgy, mint az én szüleim, hogy hazavittem a bizonyítványt és aznap ott volt a motor, érted? Vagy másnap valahogy így. Tehát ezt most miért mondom el? Mert mondom, eszembe nem jutott, hogy én majd alkalmazott legyek, mert a szüleimnél láttam, hogy mennyivel jobb lett az életük azáltal minden tekintetben, hogy vállalkozók lettek. Miért beszélek több eszámról? Mert családi vállalkozást hoztak létre, ahol mind a ketten részt vettek benne, és apu volt a főnök, oké? És anyu rendesen bedolgozott, besegített a vállalkozásba, és onnantól, hogy tehát egyfelé haladtak ketten, megváltozott az életük pozitív értelemben. És tudod, mikor szakadt meg az életük? Szétszakadt gyakorlatilag? Hát amikor abba hagyták a közös vállalkozást. És hogy szakadt szét az életük? Úgyhogy apu 2-3 éven belül meghalt. Érted? Szóval elérték az emberek így gyönyörűen, hogy jó adófizetők legyenek, és ne számoljanak el, ne számolhassanak el költségeket, oké? És minél több adót fizes. Most gondold végig, megkapod a nettódat, és ha bármit veszel, már is azzal, hogy veszel valamit, már is fizettél adót. Ezt úgy hívják, hogy áfa, érted? Már is fizettél adót. Például vettél egy autót és tankolsz, fizetsz jövedéki adót is, érted? Tehát alkalmazottként, tehát figyeld, én tankolok, elszámolom költségként, te tankolsz, adót fizetsz, érted? Óriási különbség, óriási különbség. Tehát gyönyörűen elérték, hogy gondold végig, ha megnézed az adótartalmát azoknak, amit te veszel, akkor gyakorlatilag ténylegesen alig marad pár 10% pénzed az össz általad megtermelt pénzből. Érted? Tehát gyönyörűen elérték nálad, hogy te nagyon jó, alkalmazotti szemlélettel bíró egyén legyél. Sőt, elhitették veled, hogy neked majd akkor lesz a legjobb, hogy dolgozz minél többet, hogy minél több nyugdíjad legyen. Beszéltem éppen egy volt haverommal, meg a feleségével, aminek találkoztam, és azt mondja nekem a haverom, 2 évvel fiatalabb, mint én, 1,5-el. És azt mondja nekem ők, hogy hát már alig várjuk, hogy nyugdíjasok legyünk. Mondom, mi van? Hát ők végig alkalmazottként élték az életüket. Hát fiatalabbak, mint én. Tehát ugye a nyugdíjkorhatár már egy férfinél valami 65 év. Érted? Tehát mi messzebb van a nyugdíjkorhatártól, mint én, és alig várja, hogy nyugdíjas legyen. És tudjátok, én ezt hányszor hallottam különböző embertől már életemben, hogy alig, főleg már mikor közelebb volt a nyugdíjhoz, alig várja, hogy nyugdíjas legyen. Na most akkor én mondok neked ezzel kapcsolatban egy másik dolgot, jó? Tehát ma mennyi az átlag nyugdíj, tudod? Hm? Körülbelül olyan 140 ezer forint, vagy 130, valami ilyesmi. Ez a magyar átlag nyugdíj, érted? Vagy 150, valami ilyesmi, tehát valahol itt. Ennyit kapnak készhez, átlagosan a magyar nyugdíjas. Érted?
Na most. Ugye az imént beszéltem egy, arról, hogy az gazdálkodók lettek. Nem? Képzeld el, lehet úgy gazdálkodni, tehát lehet olyan vállalkozást üzni, ahol van passzív jövedelem. A passzív jövedelmet kialakítja az ember az üzleti léte során. És amikor működik már a passzív jövedelme, akkor az azért már nem kell dolgozni a jelenben, mert a múltban létrehozta a passzív jövedelmet. Ugyanúgy, mint a nyugdíjnál, hogy elvileg a múltban létrehoztad a alkalmazotti léteddel, de nem az alkalmazotti léteddel hoztad létre a nyugdíjadat, hanem az adózásoddal hoztad létre a nyugdíjadat. Érted? Tehát az adózásoddal létrehoztad a nyugdíjadat, és megkapod a nyugdíjadat, mikor elmész nyugdíjba. De a passzív jövedelem tudod milyen? Akkor is kapod, amikor még aktív jövedelmed is van. Világos? Nekem az aktív jövedelmem az körülbelül egyharmada a teljes jövedelmemnek, és a kétharmada az passzív jövedelem. Úgyhogy nem vagyok nyugdíjas. És jövedelem szempontjából jóval átlag fölötti jövedelemmel rendelkezek. Oké? Nettóban természetesen. Na most, ami azt jelenti, hogyha az embernek van passzív jövedelme és elmegy nyugdíjba, mert azt gondolja, hogy na most már elegem volt és nem dolgozom tovább, a passzív jövedelem akkor is jön. Nyilván ez nálam nem így lesz, mert nekem van egy küldetésem. És én ezt a küldetést végig fogom csinálni. Akkor is, ha cigány gyerekek potyognak az égből. Világos ez? Akkor is végig csinálom. Mert egy olyan küldetésem van, ami pont ehhez kapcsolódik. Tudod mihez? Az emberek elbutulásához. Hogy egyre tudatlanabb az újabb generáció. Pedig sokkal, tehát kedves újabb generációk, sokkal értelmesebbnek születtetek, mint amilyenek mi voltunk. Bizonyám. Sokkal. És érdekes módon felnőtt, igaz? Felnőttként mégis bénábban boldogultok az életben, mint ahogy mi boldogultunk. Illetve boldogulunk. És erről tehát maga a rendszer tehet, hogy világos legyen. A kötelező oktatással. Meg azzal, hogy elérték, hogy a nők minél hamarabb beadják, lehetőleg már bölcsödébe a saját gyerekeiket. Érted? Annak két oka van egyébként. Vagy az, hogy nem bírnak megélni egy fizetésből, meg ugye abból a gyedből, gyesből, vagy gyásból, vagy mi a manónak hívják, már követni se lehet, érted? Vagy azért, mert egyszerűen hiányzik neki a társaság, érted? Hiányzik a munka, nem a munka hiányzik, hanem az, hogy ő kimozduljon otthonról, érted? Hogy emberek közt legyen, az hiányzik. Mert nem úgy van, mint régen, gondold végig, hogy régen nem hiányzott a nőknek. Mert jó viszonyban volt a környezetében lévő összes nővel. Oké? Most ez nincs. Van nekem egy unokám, akit még babakocsival lehet tologatni javába. Múltkor toltam, és van egy ilyen park nem messze onnan, ahol a unokám még laknak.
és ott van ilyen játszás lehetőség gyerekeknek. Egy anyuka volt ott a kisgyerekével. Tehát már olyan kisgyerek, érted, aki nem olyan pici, aki babakocsis, hanem már játszik, érted? Egy. Tehát ami azt jelenti, nem tudott ott, mit tudom, 10 anyukával ott együtt lenni, az tök jól ellenni, érted? Nem tudott. Ha megnézed a régi filmekben, mondjuk egy játszóteret, tele volt anyukákkal és gyerekekkel. Most nem látsz már ilyet. Nincs. Tehát nincs. Persze, hogy szegény anyukáknak, ugye munkavágyuk van, illetve munkahelyvágyuk van, érted? Mert nem munkavágyuk van, hanem munkahelyvágyuk van, hogy emberek közt legyenek. Akkor nézzük, hogy mi az küldetés. Jó? Tehát mi az én küldetésem? Erre épül. És ehhez a küldetés beteljesítéséhez keresek 13 éve társakat. Oké? 13 éve társakat. Nézzük. Tehát minél tudatlanabb egy ember, annál helytelenebbül cselekszik. Aminek következménye a rosszabb élet. Minél tudatlanabb egy ember, annál több bajt és gondot okoz. Talán ezzel egyetértünk, nem? Vagy egyetértesz te is. Gondold át, milyen lesz a jövőnk, a gyerekeink jövője, ha aktívan nem teszünk azért, hogy egy jobb, tudatosabb világunk legyen, ahol az emberek eszesebbek. Nem elbutulnak, hanem eszesednek. Ugyanis ha jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön, nem tudom, észreveszed-e, vagy észrevetted-e, hogy uralkodik el a rossz a Földön. Mert a jó emberek semmit nem tesznek. A jó emberek várják a mannát, vagy nem tudom mi a manót, vagy a sütgalamba szájukba repüljön, vagy nem tudom. Pedig a sütgalamba ez nem tud repülni. Eszesebbé kell tenni az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ eléréséért. Minél butábbak, tudatlanabbak az emberek, annál rosszabb világunk lesz. És ez hol fog fajulni, gondold végig? Nézzük tovább. Mi eszesebbé tesszük az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ eléréséért. Oké? Rendszeresen olyan ember és életjobbító coachképzéseket tartunk, amelyek által az emberek egyedülállóan hozzájutnak az emberek elől eltitkolt tudásokhoz, élet- és emberismeretekhez, tudatossághoz, személyiségfejlődéshez, a gyakorlási lehetőségeket is biztosítjuk, ahhoz, hogy a képességei kifejlődhessenek. Hozzá segítjük a tanuló partnereinket, a szeretet, az egészség, elismerés, a szabadság, továbbá az anyagi függetlenség tudásához és technikájához, elnézést, hogy boldog életet élhessenek. Rendszeresen hetente kétszer tartunk minden szerdán és vasárnap este felé, ugye vasárnap 16:30-tól, szerdánként 18:00-tól képzéseket az ember és az élet működéséről. Coachképzéseink által, a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, ha körülnézel a coach szót, beírod a Google-ba, akkor találsz egy csomó coachképző intézményt. Ma Magyarországon a legtöbb coachot mi képezzük. Egyébként egy szakma is, hogyha beírod a Google-ba, hogy coach. Megtanulják az életterületekkel való helyes bánásmódot. Egy embernek van max 10 életterülete, ha mindegyikben benne van. Ha valakinek mondjuk éppen nincs párkapcsolata, akkor az kiesett. Ha már meghaltak a szülei, akkor az is kiesett.
ha még nincs gyereke, akkor az is kiesett. De gyereke az embernek még lehet. Hát a szüleit már nem kapja meg az ember. Ma azok nem születnek újra, legalábbis nem a te életedben. Jó, tehát szóval a lényeg az, hogy itt van 10 életterület, ezen kellene boldogulni. Ez úgy működik, hogy ezeken bármelyiken nem jól boldogulsz, az kihat az összes többire. Oké? És ezeknek az életterületeidnek, bocs, de te vagy a felelőse és nem más. És ha ezen te nem jól működsz, akkor te szúrod el a saját életedet és nem más. És ha ez nem tetszik az egódnak, akkor is így van. Oké? Nézzük tovább. Miért tesszük azt, amit csinálunk? Ha jó emberek továbbra sem tesznek semmit, vitathatatlan, hogy még rosszabb világunk lesz. Mit jelent a jobb világ, ahol az emberek fejlődhetnek azért, hogy minél hamarabb szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadon és anyagilag függetlenül élhessenek? Ha te is jó embernek tartod magad, neked is aktívan kellene tenni azért, hogy fejlődhess, fejlődj, és hogy legyen egy jobb világunk. Minden embernek törekednie kellene a szellem és a lelki fejlődésre, mert ezért vagy ember. Ha erre nem kellene törekedned, akkor mondjuk állatnak születhettél volna. Bár sokan, lehet, hogy sok emberre tudnád azt mondani, hogy na, az állatja. Oké. Az ember lelki fejlődésének van 7 szintje. Ha megnézed az embereket, azon az 1-es, 2-esen működnek. És mi azért vagyunk, hogy elinduljanak felfele. Oké? Annak van egy végeredménye, amiről most nem fogok beszélni, egy csomót beszéltem már előző előadásokban, utána tudsz nézni, díjmentes előadásokban, hogy egy magasabb létformába visszakerülhess onnan, oda, ahonnan jöttél. Tehát eszesebbnek kellene lenni ahhoz, hogy ne romoljon, hanem javuljon az életünk. Mi PPA-sok rendszeres képzéseinkkel tesszük eszesebbé az embereket. Nem arról szól a történet, hogy te hol akarsz eszesedni, itt vagy máshol, vagy egyáltalán nem is akarsz, hanem arról szól a történet, hogy hova fajul ez a világ, ha nem fogsz eszesedni, és nem fognak eszesedni az emberek. Tehát arról szól a történet, hogy tenni kell azért, hogy eszesedjenek az emberek, mert nem arról szól a világunk, hogy eszesednek az emberek. Oké? Hanem arról, hogy van egy általános elbutulás, és egyre nagyobb szintű általános elbutulás. Tehát az összes életterületen, amit ott láttál azon a 10 életterületen, mindenhol rosszabbul működnek az emberek, minden életterületeken, mint régen. Beleértve természetesen azokat is, akik élnek idősként. Miért? Mert a környezet hat rájuk. És amit tudtak, mint például nekem volt egy bölcsanyám, ameddig fiatal volt. Ahogy öregedett, úgy butult. Nem volt demens, de mégis butult. Érted? És a életének az utolsó szakaszába volt a legbutább. És mikor én fiatal voltam, akkor ő bölcs volt. Érted? Olyan bölcs dolgokat csinált, hogy utólag így csak lesek. Tehát a PPH-nál van meg ehhez az előélet, 93-tól működünk, illetve 94-től PPH-sként, a tudás, a tapasztalat, a módszer, a segítség, az emberek és az etika. Az elbutulás miatt az emberiség a saját pusztulása felé halad. Szó szerint.
szó szerint. Mentsük meg az embereket és ezáltal az emberiséget. Senki nem csinál ilyet rajtunk kívül. Senki. Ugatni könnyű, hogy mentsük meg az embereket, csak ahhoz kellene tudás. Oké? Kaptunk egy csodálatos és a történelemben egyedülálló lehetőséget. Az emberek lelki fejlődéséért legkésőbb 2031-ig egy gyönyörű új korszakot kell létrehozni. A szeretett kort. Más néven aranykort. Korszakalkotó lehetsz. Szüleid voltak korszakalkotók? Nagyszüleid? Valamelyik rokonod volt már korszakalkotó? Nem. Nem villanyoz föl téged az, hogy korszakalkotó lehetsz? Ez egy baromi jó dolog. Több lenni, mint egy egyszerű valaki. Érted? Vagy neked úgy egyszerű valakiként bőven elég? Nem akarsz több lenni egy egyszerű valakinél? A PP az egyetlen és ezáltal utolsó esély a tudatosodásra, mivel egyetlen ezáltal utolsó esély a tudatosodásra, a szellem és a lelki fejlődésre, a boldog életre, a felemelkedésre, a szeretett kor létrehozására. Szeretném mondani, hogy a szeretett korban, az aranykorban nem nincs rá szükség, hogy az embereket vezessük. Oké? Tehát ha valaki azt gondolná, hogy majd én leszek az aranykorban a vezető, akkor te óriási tévedésben vagy. Ugyanis egy tudatos embert nem kell vezetni. Oké? Az pontosan tudja, hogy mit kell csinálnia, ha megbeszélnek dolgokat. Azokkal, akikkel együttműködik. Világos ez? Nem kell olyan, hogy vezető. Világos? 2035-től a Földön az emberi élet csak a lelkünk fejlődéséről szólhat, nem másról. Akkor ezt gondold végig, hogy akkor hogy lesz. Jó? Már most a fantáziádra bízom. Megmentjük az emberiséget, a kiválasztottak téged erre a feladatra. Oké? Azt ezt a feladatot, ugye mivel szabad akarat van, vagy teljesíted, vagy nem teljesíted. Te akaratodtól függ. Attól, hogy kiválasztott vagy, honnan tudni? Mert különben nem hallgatnád ezt az előadást. PPH-sok egyedülálló módon aktívan teszünk azért, hogy egy jobb világunk legyen. Hozzásegítjük az embereket ahhoz, hogy eszesebbek legyenek. Egy teljesen egyedülálló Magyarországról kiindult, a határokon átívelő, világunkat jobbá tevő társadalomfejlesztési programunk van, ami nagyon jól jövedelmező azok számára, akik üzletként is tekintenek rá. A PPA üzlet eljuttatja az emberekhez az ember és életjobbító kócsképzéseket. Az emberek pedig a nyílt akadémiánál tanulnak. Oké? Azt is mi hoztuk létre. Illetve én. Egy független közösségbe fogjuk össze, és tanítjuk az embereket. Ezek következtében a tanulóink képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együtt működve élni. Azért, hogy a Földön minél hamarabb, de legkésőbb 2035-re, szeretett korszak, az az aranykor legyen. A tudás alkalmazása során a tanulóink képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a szellem és a lelki fejlődésre. Hozzásegítjük az embereket a küldetésük beteljesüléséhez, azaz, hogy visszakerülhessenek, mint lélek, oda, ahonnan jöttek. A tanulóink lehetőséget kapnak az üzletépítésre is, ha ajánlják a nyílt akadémiánál, tehát nálunk tanultakat.
a Hunor Trade ZRT által felkínált kiváló és egyedülálló PPH üzleted révén szabaddá válhatsz. Az adon oda mehetsz, ahova akarsz, tehát passzív jövedelmed lehet, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradhatsz, ameddig akarsz. Sőt, az egész emberiség kapott egy utolsó esélyt a fejlődésre. Te most kaptál egy egyetlen és ezáltal utolsó esélyt a tudatosodásra, a szellemi és lelki fejlődésre, a boldog életre. Azért mondom, hogy utolsó esély, mert nincs más szervezet a bolygón, amelyik ezt csinálná. Világos? Ezért utolsó esély. Tehát ami egyetlen, az utolsó is. Tehát mit csinálj? Először is világosodj meg, tanulj, fejlődj, haladj a vállalt utadon, kerülj be az aranykorba. Havi 30 órás ember és életjobbító coachképzésünk van, amit igénybe vehetett személyesen a helyszínen, vagy élőben az interneten keresztül, tévén vagy rádión, illetve videó vagy hangfelvétel formájában. Továbbá le is töltheted. Coachképzéseink piaci értéke havonta 200 ezer forint. 30 órás coachképzésünk van, 200 ezer forint. Amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulási, és egy 12.500 forintos nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked, hanem vállaljuk az akciós további havi tandíjaid árának fenntartását is. Tehát magyarul a második hónaptól 12.500 forintért tanulhatsz 30 órát, amit akár le is tölthetsz, bárhányszor vissza tudsz hallgatni, vagy vissza tudsz nézni videón. A Hunor Trade ZRT a PPA üzleted eredménye után a ajánlói piac legmagasabb jutalékát fizeti. Az által az szervezettek tandíjából visszajuttat a teljesítményettől függően 25%-tól már 77,6%-ig terjedő összeget. Tehát mondjuk, ha van valakinek 4 tanulója, onnantól ingyenes a képzés. Jó? Ha fölötte van, az onnantól kezdve fel lehet használni a törvény előírásai szerint természetesen. A láncszerűen felépülő csoportban elhelyezkedő összes ember tandíjából pedig visszajuttat a számodra a teljesítményettől független 5%-tól már 53%-ig terjedő összeget. Tehát időrendben a tanulók egymás alá csatlakoznak. Tehát időrendben. A PPA is vezetőt segítségével viszonylag gyorsan, ha használod a módszert, képes vagy akár 6-7 vagy 8 számjegyű havi passzív jövedelmet elérni. A jutalékodat a jogszabályoknak megfelelően használhatod föl természetesen a képzéseinkre, vagy felveheted. Azt mondja, hogy föl van itt sorolva, hogy milyen egy igazán jó üzlet, van itt 20 feltétel, ezt nem olvasom föl, semmilyen más üzlet a bolygón ma nem felel meg ennek a 20 feltételnek. Csak mi. Jó? Mert itt vannak a coach képzéseink, van 26 témánk, 26 nagy téma. Ezek a képzések több hónaposak, tehát többször 30 óra, és ugye ha megnézed, ugye van a live szemeszterünk, általában ilyen 10-11-12 hónap egy szemeszter. Jó, és ugye itt van a 26 téma, felsorolnám előről: etika, eredményes tanulás, önismeret, vérmérséklet, az energy coachban van a hangulatjavító, a személyiségfejlesztő, az önbizalom, tehát a confidence coachban van az elnyomás feloldó, az önbizalom teremtő, a szeretet teremtő, a happinessben van a gyereknevelés, a párkapcsolat, az egészségteremtő, a boldogságteremtő, a business coach, tehát az üzlet coach szemeszterben pedig a
célmegvalósító, a kommunikációs coach, az emberi bánásmód, hatékonyság, növekedés, leszoktató, nyilván ez leszoktató a rossz szokásokról, pénzteremtő coach, a leader, tehát a vezető coach szemeszterben pedig a szervezetvezető, a probléma megoldó, a sikerteremtő, a szervező, a marketing, a konfliktus feloldó. Jó? Tehát így kompletten sehol nem találkozol ennyi tudással. Ez 9 évnyi tudás, amit itt most elsoroltam. Jó? Ugye látszólag nem annyi, mert ugye 6 szemesztert láttál csak. Csak azért, mert még ezek az utolsó szemeszterek, ezek még nem ebben a rendben történtek, hanem ilyen 1, max. 2 hónapos képzések voltak. És most, ahol tartunk, az ez. A párkapcsolat coach. Itt tartunk. Most csináljuk a második hónapot, tehát a szünet után abba tudsz becsöppenni a második hónapba, a párkapcsolati coach képzésbe. Ez is egy sok hónapos képzés, várhatóan ez is lesz, vagy 4-6 hónapos. Oké? Ugye miért nem tudom előre, hogy hány hónapos? Azért nem tudom, mert eddig úgy csináltam a coach képzést, hogy egy hónap után levágtam. És még nem csináltam végig, csak azokat, amik eddig voltak. Amik ezután nem volt, tehát ugye gyereknevelésig voltak. Amik a párkapcsolattól vannak, azokat soha nem csináltam végig. Ezáltal előre nem tudom megmondani, hogy az meddig fog tartani. Mert mondom, 1 vagy 2 hónap után mindet abba hagytam. Oké? Most pedig végigcsinálom azt a tudást, amit tudok benne, csak egy bökkenő van ebből. Hogy az alatt az évek alatt, amíg a körforgás végigér, az én tudásom óriási mértékben bővül. Tehát óriási mértékben. Tehát nem kicsit, hanem nagyon. Hiszen a párkapcsolati coachképzést utoljára 5 évvel ezelőtt nyáron fejeztük be. Az alatt ment körbe ez a 26 téma. Oké? Régen 2 év alatt körbe ment. Oké? És akkor számolgass, most milyen tempóban haladunk, ez 9 év már. 9 év. Oké? Ami azt jelenti, hogy gondold végig, profi lehetsz ezeken a 26 területeken. Profi lehetsz. Ha gyakorlod is azt, amit itt tanulsz természetesen. Jó, úgyhogy körülbelül ennyi fért bele itt a díjmentes első részünkben. Átadnám a szót a háziasszonyunknak, illetve visszaadnám a szót a háziasszonyunknak. És ha úgy látod, hogy itt a helyed, várunk szeretettel, ha úgy látod, hogy nincs itt a helyed, akkor elköszönök tőled. Szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklósnak, ez egy olyan átfogó, összefoglaló előadás volt, amiben benne volt minden, úgyhogy nem is tudom, hogy én mit mondjak. Megköszönném azt is, hogy ma én lehetek a házigazda. Én az életem legeslegjobb döntésének tartom, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. És valóban úgy történik a képzés, ahogy Szedlacsik Miklós elmondta. Körforgásos alapon, bármikor lehet csatlakozni minden hónapfordulónál. Mindenféle lehetőség van, előre utólag bármilyen képzési anyagot meg lehet venni. És egy olyan minimális összegér, ami, ha belegondoltak, a 12.500 forint, a 30 óra tudással, és nem 30, sokkal több,
mert a segítség, a klub, a személyes beszélgetések, tehát sokkal-sokat, 440 forint, egy kávét nem adnak érte. Tehát azért, akik ilyeneken gondolkodnak, hogy kifogásokat gyártanak, hogy sokba kerül, a családjuktól veszik el, nem, a jövőbe befektetett pénz az mindig a családért van, akár az időt, és akkor kiderül, hogy ilyen-olyan munkahelyi vagy anyagi problémák vannak, merülnek fel, mert aki nincs az útján, a teremtő nem tudja támogatni, és akkor még másodállás, azt nem a gyerekettől veszed el az időt. A PPH üzlettel egész nap vele lehetnél, és bármit megadhatnál neki. Tehát én nem értem a spirituális embereket, találkoznak ilyen-olyan lehetőségekkel, nem véletlen kerül oda Szedlacsik Miklós videója, a Nyílt Akadémia, a PPH, bármelyik PPH-s, akikkel ismerettséget köt. Ezek mind jelek. És beleragadnak az emberek sajnos a saját dogmáikba. Én ezeket kapom, amikor szervezek, mert én nem is szervezésnek tekintem, hanem egy korszakalkotó dolgot, ha nem tudnak róla az emberek, vagy konteónak tartják, vagy összeesküvés elméletnek, és nem járnak utána, holott lehetséges. Ez itt nem a reklámhelye, de fel tudnék sorolni 20 olyan filmcímet, amit az utóbbi 2 évben játszottak a tévében. Tehát bárki utána tudna nézni dolgoknak, ha venné a fáradtságot, de ezért történik a birkásítás, bocs, hogy így mondtam, elbutítás, hogy az emberek figyelmét lekössék, csak a gondjaikat lássák, és képtelenek legyenek cselekedni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ne halogasson, kezd el itt a Nyílt Akadémiánál a tanulást. Én nagyon örülök, hogy Szedlacsik Miklós minden anyagrészt befejez. Én még akkor kezdtem, amikor 2,5 év volt, egy szemesz, vagy hogy mondjuk 26 témakörrel körbeértünk. Most sokkal-sokkal jobban összeállnak a dolgok, és nem elég egyszer hallani ezeket. De még úgy sem elég, hogy otthon még amennyi ideje van az embernek, még egyszer meghallgatja, nem úgy fejlődik az ember. Tehát mindenki talál egy szimpatikus PPH-st a Facebookon, a TikTokon, bárhol, úton, útfélen, és ne gondolkozzatok, gyertek. Most 30 perc szünet következik, utána pár kapcsolati coachképzésünk következik. Ha úgy látod, hogy mégsem érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél, de akkor elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.